Az árvízi védekezés eseményeiről tájékoztatott Schuster Gergely Dunabogdány polgármestere. Mondanám, hogy íróasztali tájékoztató, de most éppen terepen vagyunk a kamerával. Hétfőn kezdtük el a fizikai védekezést, egyébként az operatív csoporttal már szombat reggel óta, én meg péntek délelőtt óta, amikor bejött az első harmadfokú előrejelzés. Elkezdtük már a védekezés előkészítését, szombat reggel operatív csoport, és vasárnap délutántól már az Országos Vízügyi Főigazgatósággal jártuk be a terepet. Vasárnap éjszaka meg is érkeztek az első homokszállítmányok és az zsákszállítmányok. Több száz köbméter homok érkezett meg vasárnap éjjel, és 100 000 zsák érkezett meg vasárnap este, 100 000 zsák hétfőn, és arra még rárendeltünk még 100 000-et, tehát kb. 300 000 zsáknál tartunk, mert 2013-ban ennyi 340-ből indultunk ki. Schuster Gergely kiemelte, hogy a 2013-as árvíz tapasztalatai alapján készült terv szerint kezdték el a munkálatokat. A dokumentációt Molnár György, a Dunabogdányi Általános Iskola korábbi testnevelő tanára állította össze. Egy nagyon szép kis dolgozat, amely alapján tulajdonképpen minden lépés előre le volt kottázva, úgyhogy visszamenőleg azt mondom, nagyon szépen köszönöm, és hogyha valakinek meg kell majd köszönni a sikeres védekezést, akkor az egyik az a tanár úr lesz, mert az ő anyaga alapján dolgoztam én végig, és követtem. A polgármester elmondta, hogy a vasárnap beérkezett homokot és zsákokat elsőként a település belső védekezésére készítették elő. Így a település belső magjának védelmét hétfőn és kedden 90%-ban építették ki. A védekezési vonalat 5 szakaszra osztották, mondta el a polgármester. 5 szakaszra bontottuk a települést. Itt fönt a forgótól idáig, ez mondjuk 2 szakasz, de ezt Fleckenstein Márton és fia, Márk szervezte és rendezte. Velük álltunk állandó telefonos összeköttetésben. Mondom, kedre elkészültek, és ma reggel a vízügyi szakemberekkel pedig gyalogolták végig az alpolgármester úrral az összes udvart, és ahol még hiányosságok voltak, oda hoztunk zsákot, és vagy a katasztrófavédelem emberei, vagy a katonaság fölrakta újra a vízügyi szakemberekkel. De itt is az látható, hogy nagyjából úgy tevődik össze, hogy a közerő, tehát a lakosság lapától zsákol és fuvaroz, és a vízügyi szakemberek, a szakaszvezetőkkel pedig rakják a zsákokat. Nagyon hatékony. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából 3 nap alatt ez összeállt. Itt még látható, hogy itt van az egyik ház, ahova most ugye szerdán, kora délután viszik csak be a homokzsákot. Itt vannak a katasztrófavédelem emberei, rengeteg önkéntes az egész országból, ők az ökumenikus szeretett szolgálatnak az önkéntesei, hatalmas segítséget jelentenek a településnek. Egyébként rengeteg felajánlás és rengeteg adomány érkezik, itt mennek a szintezők, pontosan szeretnénk belőni, hogy merre vannak. Itt most egy betekintést nyerhetünk a híres forgóvendéglőhöz. Innentől lefele már Liphart András szakasza kezdődik, nem akarok olyan szavakat használni, mint szakaszvezető, meg minden ilyesmi, mert természetesen amatőrök vagyunk. Most már mondhatom szerintem, hogy polgármester úr szakasza egy nagyon jó csapattal dolgozik, úgyhogy sikeres a védekezésük nagyon. Nagyságrendileg mindenki el tudja képzelni a víz magasságát, ez a mi rendezvényterünk, erre érkezik még 1-1,5 méter víz. A polgármester elmondta, szeptember 18-án zárták a védekezés első fázisát. Elkészültek a védművek, innentől kezdve azt figyelik, hogyan jön a víz. Kisebb igazításokra még biztosan szükség lesz, ha valahol hiba van. Szerdától éjszakai ügyeletet indítanak.
Az ügyeletet a vízügyi hatóság és a katasztrófavédelem szakemberei biztosítják. Ha valakinek az esti éjszakai órákban problémája, kérdése van, akkor hozzájuk kell fordulni, emelte ki Schuster Gergely. Miközben haladunk délfelé, a Duna folyásával megegyező irányba, a település főútvonalán. Malom utca látható, ott is a közepén már van a víz, most jön majd a Hajó utca. Ezt úgy lehet nagyjából bemérni, hogy a Hajó utcának a végéig fog kijönni, itt ennek a végét fogja nyaldosni a víz. Jön még onnan egy métert, fölfele egy 30-at, a kollégáink már itt vannak. Ha esetleg valaki ezt nézné itt a televízión keresztül, akkor hadd kérjem már, hogy oda ne parkoljanak. Innentől lefele, a Pékségtől lefele ez Balogh Arnó képviselőtársunknak a szakasza. Egy nagyon nehéz szakasz, de ügyesen vették az akadályokat. Itt még a kápolnát is meg kell óvnunk. Ide is került rengeteg csapat. Itt a katasztrófavédelem kapta, meg ők dolgoztak rajta. Itt lesz a szivattyúzás. Van egy nagyon fontos pont a szivattyúzással kapcsolatosan, hogy abba bízunk, hogy a fővárosi vízügyek szakemberei tudják a szennyvízellátást biztosítani a településen. Ami azt jelenti, hogy nem kell a szennyvizet már szivattyúzni. Ők egyébként a szennyvíz átemelő tetejére szó szerint, ahogy mondom, kiköltöztek árammal és agregátorral, és kaptak oda egy lakókocsit, és a fővárosi vízmeg adott meg nekik egy csónakot, ott laknak, és ameddig az árvízi helyzet el nem múlik, addig ott vannak szolgálatban, ugyanis számunkra rettentő fontos az, hogy a szennyvíz az ne folyjon vissza az Árpád kertnél, ugyanis ez egy klasszikus probléma szokott lenni. Azt régen visszaszivattyúzták a Dunába, ami ugye hát utána visszament a házakra. Tehát ha ezt valójában a fővárosi vízművek emberei tényleg megoldják, amire azt mondták, hogy mindent megtesznek ezért, hogy jó legyen, akkor egy 30%-kal már beljebb vagyunk az összes eddigi védekezésnél. Az ipartelep felé haladva Schuster Gergely megmutatta a most épült agyaggátat, amellyel ezt a település részt védik. Itt épül egy agyaggát, hogy megakadályozzuk a víznek ezen betörését. Nem tudom, hogy hány kamion agyag került ide. Itt vannak a beszállító levelek, egy rakat, és ezzel védjük meg a településnek ezen szakaszát. Itt láthatóak a katasztrófavédelem emberei, akik most pihennek, de egyébként reggel óta keményen dolgoztak, úgyhogy látható, hogy itt már minden területre kirakták a zsákokat. Mindenhol ki van szintezve, mérve, hogy meddig jön föl a víz, addig meg is vagyunk rakva, de ugye itt van az egyik kulcspont, az ipari útnak a bemenete. Ezt a bemenetet nagyon bevédtük. Mindazonáltal azt mondom, hogy ha ezt áttörné, akkor a híd alá bekészítettük újra az agyagot. Éppen ekkor érkeztek meg a készenléti rendőrség autóbuszai is. Több mint 200 önkéntes jelentkező hallgatót hoztak az Adiligeti járőrképző tagozattól. Hát így néz ki nálunk ez a védekezés. Több száz helyi ember, több száz külsős és több száz katona katasztrófavédő vett ezen részt. Ha ez itt elkészült ma, akkor azt mondom, hogy 2,5 nap előkészítő munkával és 2,5 nap fizikai munkával, itt még rakják a kollégák, elkészült a védekezésünk. De ez csak az első fázis. A második fázis az, hogy folyamatos ügyeletet tartunk. Tekintettel arra, hogy lassú levonulás lesz, valahol megsérülne a gát, akkor a falut a Kőbánya híd alatt be fogom csukatni,
és engedni fogom, hogy elterüljön itt a víz. Nem számolunk ezzel, de adott esetben ez megtörténhet. Ha ez megtörténik, akkor pedig gondoskodunk a lakosság biztonságáról szigetüzembe. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a belterületi szakaszt 80%-ban helyi erővel, 20% külső erővel felépítettük. A külső szakaszt 100%-ban a katonaság és a vízügy szakemberei, és szeretném megköszönni innen az Országos Vízügyi Felügyeletnek a odafigyelését, mert ők már vasárnap azért jöttek és dolgoztak. Szeretném megköszönni a Honvédségnek a munkát, szeretném megköszönni a KDV Vízignek és a Feti Vízignek, hogy a szakemberek itt segítették a munkánkat, de mindenek előtt a helyi lakosságnak, akik lapáttal, kézi erővel, az iskolának, akik a hetedikesek, nyolcadikosokat lehozták, nagyon meglökték hétfőn a munkát, a helyi iparosoknak, akik nem mentek el melózni, hanem a teherautóikkal, a kis teherautóikkal, meg mindennel itt segítették nekünk a védekezést. Én nagyon abba bízom, hogy ez a védekezés sikeres lesz, de ez körülbelül még egy hétig el fog tartani. Tehát egy hét múlva fogunk olyan 24-25-én ugyanott tartani, hol most, tehát akkor fog visszamenni annyira a víz, hogy ebben a fázisban leszünk. Tehát ez az árvíz a következő két hétben meg fogja határozni az életünket, de mi törekszünk arra, hogy ez, hogy is mondjam, elviselhető legyen. Nagyon szépen köszönöm Önöknek, hogy meghallgattak, és köszönöm a rengeteg munkájukat, a rengeteg felajánlást. Nem tudok mindenkinek megköszönni, mert biztos, hogy kihagyok valakit. Azt tudom mondani, hogy szerintem koordinálva van, kezünkben tartjuk a folyamatokat, és természetesen a képviselőtestület munkáját, ahol szakaszvezetők, minden este tartunk egy védelmi bizottságot, úgyhogy remélem, hogy biztonságban érzik magukat. Be fogok még jelentkezni, amikor fontos mondandóm van. Jön az árvíz, szembenézünk vele. Köszönjük szépen! A bejelentkezés, azaz szeptember 18-a óta tovább emelkedett a vízszint. Elérte a vízparti házakat, a vízműkutyait és a homokzsákokból épült gátakat.